Hol volt, hol nem volt, hetet, hét országon túlan volt, az operenciás tengereknek a közepén volt. Ott volt egy iszonyatos, nagyon nagy korpa högy. A högy tetején volt egy iszonyatos magas nyárfa. Annak a nyárfának nyárfán volt 365 rosszoknya. Minden rosszoknyán volt 365 zseb. Minden zsebben volt 365 kiskönyv. Abba a kiskönyvekben én is egyet kaptam, abból tanultam ezt a meséket. A hagyomány még élő színháza a mesemondás. Ha valaki mesét mond, általa jelentkezik és tárul fel az egész világ. Megszólalásával, megjelenésével, jelrendszerével, tér- és időérzetével. Raffay Judit mesekutatónak sikerült-e sokágú hatásoknak arcot adni. Mivel néprajzkutató, természetesen más is érdekli. Vajon mi lehet az, ami egységes egyes népek hagyományaiban, és mi az, ami saját nemzeti identitásukra jellemző? Judit számára a kutatás olyan, mint egy Agatha Christie-féle nyomozás, idő kell hozzá, hogy minden a helyére kerüljön. Ebben a ránk szakadt járványhelyzetben jól esik találkozni. Raffay Judit néprajzkutatót hívtam el beszélgetni. Szervusz Jutka, köszöntelek a Szubjektív műsorában. Szia. Hát advent időszaka, az az újrakezdés, az újraálmodás ideje, főleg most, a járványhelyzet idején. Vajon te hogyan készülsz a karácsonyra? Alapvetően a várakozás az ugye most egy nagyon aktuális dolog. Az ajándékok beszerzése sokkal komplikáltabb és sokkal nehezebb, illetve a család, hogy együtt legyen, az is egy nagy kérdés, hogy hogyan fogjuk ezt megoldani. De én azt hiszem, hogy ebben a beszűkült világunkban ez most egy jó időszak lesz azért, mert mégis kicsit át tudunk majd lényegülni. Látom, hogy tárgyakat is hoztál, hiszen az általam szerkesztett műsorban mindig megjelennek egy tárgyak, amiknek életrajzuk van, amik valamiféleképpen kötődnek akár az emberhez, vagy talán egy ünnepkörhöz. Mondhatnám azt is, hogy egy kicsit a valamikori régi vajdasági karácsonyoknak a tárgyai, mert amik az utóbbi években egy kicsit újraélettek, ez egy teljesen újonnan készült bárányka, amit Sebők Valéria segítségével készítettek az én hallgatóim pár évvel ezelőtt, és ez pedig egy olyan angyalka, amit a tejpiacon vettem még a 90-es években, és itt azért gyönyörűen látszik ezeken a tárgyakon, amikor már bekerül a karácsonyi kézműves dolog, de valahol már egy kicsit a kreppapír és a gyári, vagy a nyomtatott kultúra is. Azért azt hiszem, hogy a vajdasági magyarok számára ezek a tárgyak, ezek ilyen meghatározóak voltak a 30-as évektől kezdve, amikor a parasság körében divatba jött a karácsony, és amikor alapvetően a karácsony volt a karácsonyi ajándék a parasság körében. A karácsonyt, a karácsonyi ajándékozást, a karácsonyi estét különböző önéletírásokban és életrajzokban kutattad, ez számomra annyira izgalmas, és erről szeretnélek faggatni. Hát az is, és a történetek azok mindig nagyon érdekesek, és az önéletírások is gyakorlatilag a történeteknek az összefűzései. Na most nem csak önéletírásokban, hanem naplókban is, és nagyon érdekes dolog az, hogy ezek kapcsán rá lehet jönni arra, hogy a 19. század, szóval nyomon lehet követni a 19. század Szabadkájának, amikor az 1850-es évek végén divatba jött az óvodai karácsonyfa állítás, és ez Telcsedének és Brenner Józsefnek a naplójában. Így jegyezném meg, hogy Brenner József naplója nem olyan régen jött ki a nyomdából, az Életjel kiadásában jelent meg. Például a számomra ez lesz, azt hiszem, a karácsonyi olvasmányom, mert alig várom már, hogy kézbe legyen. Beszédes Valériának köszönhető ez, hogy ez megjelent. És nagyon érdekes, hogy a Brenner család esetében nem csak az apuka, Csárd Géza édesapjának a karácsonyait tudjuk nyomon követni, hanem a Csárd Géza naplójában az ő gyerekkori
karácsonyait, sőt van egy olyan év, ami azt mutatja, hogy ugyanabban az évben leírja Csárd Géza és a karácsony estét, és Kosztolányi Dezső és a saját naplójában, illetve Kosztolányi Dezső esetében lát Kosztolányi Dezsőné életrajzi összefogásában is hosszan egy fejezetet szentel annak, hogy a Kosztolányi családban mennyire fontos volt a karácsonyi ajándék, ezt Kömmel Kosztolányi műveiben is meglátjuk, ez a csoda, a karácsonyi csoda, ami megjelni, és hogy ez szerintem jó példaértékű ma is, amikor nem annyira vásárlásra szeretnénk a hangsúlyt, a szülők készítettek mindenféle ajándékot, például volt, amikor színházat, papírszínházat, volt, amikor a diavetítésnek a kezdeti gépét az apuka fúrtak, faragtak, drámát írtak ahhoz, szóval ilyen színdarabot írtak a színházhoz, szóval mindent megtettek, hogy a gyerekek ezt a karácsonyi csodát csodaként éljék meg, és azt hiszem, hogy ez a lényege a karácsonynak, főleg azokban a családokban, ahol kisgyerek van, a felnőttek is ezzel tudnak, a meglepetés és a szeretet, ez a kettőnek az ötvözete adja azt, hogy és ez a régi karácsonyoknál is így volt. És te, Jutka, miért szereted ezeket az önéletírásokat? És vajon van-e kedvenced? Hát én alapvetően szerintem minden társadalomtudós kömmel szereti ezeket az önéletírásokat, mert azon kívül, hogy azért szép irodalomként is lehet őket olvasni, rengeteg adatot tartalmaznak, és az én kedvencem az Cimmel Saroltának az Így éltünk Szabadkán könyve, ami alapvetően nagyon személyesek ezek az írások, és az ember teljesen azonosul, szinte barátaként, vagy barátként tudja utána ezeket az embereket, illetve ezeket a korokat tekinteni, arról nem beszélve, hogy nagyon jelentős adatokat hordoznak, akár a karácsonyról, az étkezésről, a szokásokról, hogy változott azokat az érzelmeket, hogy hogyan is változott a világ, amiket nagyon nehéz a történelemkönyvekből, vagy akár a levéltári adatokból megszerezni. Egyébként is a néprajzkutatót az élet szinte minden területe érdekli. Téged, hogyha be tudod szűkíteni, akkor ugyan mi? Hát alapvetően az ember, ugye az emberhez kapcsolódó kultúra, illetve az, ami nagyon fontos az én esetemben, hogy én folklorista vagyok elsősorban, de foglalkozok más dolgokkal is, ami a néprajzhoz tartozó, akár a tárgyi néprajz, akár a társadalom néprajz területéről. Engem mindenképpen a történetek érdekelnek. Az, ahogy valaki akár egy tárgyról, akár a saját identitásáról egy történetet mond, illetve az a történet lehet egy népköltészeti műfaj is, mint a mese, vagy a monda, vagy ezek a klasszikus műfajok, illetve egy igaz történet is, amivel önmagát akarja meghatározni. Mindenképpen ez az ember és a történet, ez nagyon, különben az utóbbi évtizedben nagyon divatos történeteken keresztül szemlélni a világot, és ezt a reklámok is és a napfény kultúrája is visszaadja. Engem inkább azok a történetek érdekelnek, amik, ha nem mennék terepre, vagy terepmunka során nem találkoznék velük, akkor elvesznének, mert azok annyira egyéni, csak a szóbeliségben élő történetek. 20 éve dolgozol a Hagyományok Házában. Milyen ez a kapcsolat? Számomra talán pont az volt az egyik ilyen kiinduló pont, hogy nem csak ez az alkalmazott néprajz iránti elfogultságom, hanem a mesekutatáson belül végzett tevékenységem, ugyanis pont abból kifolyólag, hogy engem az ember érdekel. Nem annyira, habár foglalkoztam a meseszövegekkel is, de elsősorban mindig az izgatott, hogy hogyan adják elő például a mesemondók a mesét, vagy hogy hogyan mondják el, hogy mik azok az eszközök. És akkor talán itt mindjárt utalnék az én mesemondómra, akitől az elsőre, mert több is volt, de Szűcs Laci bácsira, aki ludasi vagy hajdújárási mesemondó volt, és talán, hogyha ővele nem találkozok, akkor sose lettem volna mesekutató, mert ő nála éreztem azt, hogy amikor először élő szóval hallottam egy ilyen mesélést, akkor rájöttem, hogy ez csak fele, ami le van írva. A másik fel az ott történik abban a szituációban, abban a pillanatban, amikor mesél a mesemondó. Ez olyan, mintha a mesét úgy vennénk, mint
például, hogyha csak drámát olvasnánk, és nem járnánk színházba, vagy népdalt olvasnánk, és nem hallanánk énekelve. Na most a mese is egy ilyen, hogy egy mesemond az olyan, mint egy kis színház, ő maga képes mindent beállítani, azt jelenti gesztikulál, mesei teret állít elő, és ennek köszönhetően, hogy engem ez izgatott, ezért volt az, hogy a Hagyományok Házában ennek a tudásnak az átalakított formájára volt szükség, ugyanis ott az a cél, hogy valamilyen úton, módon vissza tudják tanítani ezt a tudást, illetve hogy a mese továbbra is megmaradjon egy élőszavas, improvizatív műfajként. És a Hagyományok Háza terjesztett föl téged tulajdonképpen egy díjra, amiben nemrégen részesültél, ez pedig a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetése. Ez már a negyedik díjat. Te hogy viszonyulsz ezekhez a díjakhoz, és hát persze ehhez, ami a legfrissebb? Ugye az ember minden díjnak örül, de nem ezért dolgozik. Az ember azért dolgozik, mert vagy valamiféle hivatástudata van, illetve azt hiszem az én esetemben is, hál' Istennek nagyon sok más ember esetében is, a munka iránti szeretetünk az, ami hajt, és a kíváncsiság hajt bennünket mindig jobban és jobban. Örültem annak, hogy a Hagyományok Háza egy budapesti intézmény fontosnak tartja azt, hogy én egy díjban részesüljek, illetve annak is az is egy szerencsés állapot volt, hogy ma, amikor ennyire bezártan élünk, és ennyire zárt az egész világunk, akkor jó dolog volt az, hogy rengetegen felvették velem a díj kapcsán a kapcsolatot, és nagyon sokan gratuláltak. Érdekes módon eddig 4 díjat kaptam, az elsőt, a Sinkó Ervint, ezt a díjat, ezt attól az intézménytől, ahol először tanultam, a Magyar Tanszéktől, az Újvidéki Egyetem díja volt ez valójában, ez a Magyar Tanszéknek a díja volt. Ez egy fontos dolog volt, mert akkor már Pesten néprajzra jártam, és egyfajta elfogadása annak a tevékenységnek, amit utána végeztem. Utána kaptam egy bodrogvári díjat a Szabadka várostól, ami megint egy fontos, mert ugye Szabadka és a szabadkaiság, az azt hiszem, hogy mindannyiunknak, akik itt élünk, nagyon-nagyon fontos dolog, és a város maga, az is egy lényeges dolog. Illetve a harmadik díjam az pedig a Kisajos Néprajzi Társaságtól volt, méghozzá Kálmány Lajos díj. Itt a Kisajos Néprajzi Társasággal is nagyon-nagyon szoros együttműködésem van. Én mindig büszke vagyok arra, hogy Vajdaságban van egy ilyen civil társaság, ahol azért ennyire aktívan folyik egy néprajzi munka, és ugye mivel kutatóintézetünk nincs, ez a fő bázisunk, illetve a Hagyományok Háza az pedig egy közművelődési díj, mert azon kívül az mellett, hogy a tudományos tevékenységemért is kaptam, alapvetően itt azt hiszem az egyik jelentős dolog az, hogy a Hagyományok Házában van egy magyar népmese tanfolyam, ami a hagyományos mesemondásnak a módszertanát, illetve annak az átadásának a módszertanát dolgozta ki, és itt alapvetően többen tanítunk, köztük Sándor Ildikó, Folyt Vilmos, de az órák többségét azt Agócs Gergellyel együtt visszük, és itt kidolgoztunk egy olyan módszert, hogy hogyan lehet visszatanítani. Téged nagyon érdekelt az is, hogy az ember hogyan fejezi ki magát, vagy hogyan reprezentálja, és ez már az identitás kérdése. Most próbálok azért végig arra szólni a te életutadon. Alapvetően az ember azért jó, ha egy életen keresztül ugyanazt a témát is viszi, de azért egy idő után a kíváncsiság az azt feltételezi, hogy kezdjen el másra is foglalkozni. És az, hogy az identitás, az, hogy hogyan a mesemondás kapcsán is azért ez egy nagyon lényeges dolog, illetve a folklór műfajokon akár az önéletírásokat is lehet így vizsgálni, de a székely-kevei terepmunkának volt köszönhető, ami mind jobban megerősített ebben. Abban szerencsés állapotban vagyunk többen, hogy van egy Alduna műhely nevezetű csoportunk, ami gyakorlatilag a Verbi nyelvi műhely keretein belül jött létre, és itt mondanám, hogy a Szekeres László Alapítvány jóvoltából több éve járunk Székely-Kevére gyűjteni, az idén is voltunk, ez egy, azt hiszem, hogy egy fantasztikus dolog volt, hogy pont ki tudtuk választani azt az időszakot, amikor legkevesebb volt a vírus veszély. A néprajzosokkal és hallgatóik, az egyetemi hallgatókkal, azt jelenti, hogy diákjaimmal együtt dolgozunk, a
ennek a műhelynek rajtam kívül a vezetője még Fehér Viktor, egy fiatal néprajzos, és azt kell, hogy mondjam, hogy az önmeghatározásnak a különböző formái, ez egy nyelvi és egy néprajzi műhely, így azt jelenti, hogy a nyelvi megformálásai, de az egyéb megformálásai, akár a narratívákon belüli megformálásai is izgatnak bennünket, és ez azt hiszem, hogy ez biztosítja azt, hogy valamilyen szinten benne tudjunk maradni egy szakmai körforgásban. És ugyanakkor egy bizalmi viszony is kialakul a teremmunka során az adatközlőkkel. Én föltételezem, hogy Székely Kevin is, hiszen már negyedik alkalommal mentek vissza. És olyan ez, mintha egy kapocs lenne köztetek, vagy egyáltalán ezt te mondd meg, hogy érzitek. Nagyon fontos, azt hiszem, hogy ugye az emberi kapcsolatok, ha a munkámat nézem, akkor minden téren a tanításban is, és a terepmunkában is ezek a legfontosabb dolgok, hogy ezek a bizalmi viszonyok. A néprajzon belül ez különben nagyon-nagyon, annak ellenére, hogy feltetően sokkal jobban lehetne adatokat szerezni, illetve világosabban látni egy jelenséget, hogyha el tudnánk távolodni ezektől a dolgoktól, de alapvetően az ember ahhoz, hogy jó beszélgetést tudjon folytatni, eléggé elmélyült kapcsolatokat. Szóval meg is szeretjük nagyon ezeket az adatközlőket, illetve ők is megszeretik, szeretnek bennünket, remélem. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy valahol ezek az emberek olyan lényeges dolgokat osztanak meg velünk, amit a mai világban, amikor annyira bezártak vagyunk, nagyon ritkán tapasztalunk, és ebből kifolyólag is nagyon kell vigyáznunk arra is, hogy ezekkel ne éljünk vissza. Te nagyon szereted az összefüggéseket. Milyen összefüggéseket nyomozol ki, vagy hogyan látod a kutatást? Neked van erre egy... Hát azt hiszem, hogy nem csak az enyém, ezt már ugye mondtam neked is, hogy ez mindig olyan, mint egy Agatha Christie regény, ahol különböző elemeket rakunk, vagy egy puzzle-ként is felfoghatnánk, amikor különböző elemeket rakunk össze, és nagyon izgalmas. Szóval azt kell mondjam, hogy nagyon szerencsés emberek vagyunk mi kutatók, vagy néprajzosok, illetve nagyon szerencsések vagyunk, amikor ráakadunk, mert ezek mind örömforrások, amikor ráakadunk ezekre az összefüggésekre, illetve úgy gondoljuk, hogy ez így van. Habár azt is most már megtanultam az elmúlt időszakban, hogy semmit se lehet biztosan mondani, mert mindig változnak a társadalomtudományban, változnak, illetve nem is az a lényeg, hogy ilyen biztos folyamatokat írjunk le, hanem inkább az egyén oldaláról próbáljuk ezt is, egyéni folyamatokat próbálunk leírni. Én most más vizekre elvezek, mert te a múzeumban is dolgoztál, és nagyon érdekes kifejező formának találtad a kiállítást. Itt megemlítenél egy-kettőt? Igen, a kiállítás az egy tényleg egy olyan különös nyelv, egy különös alkotói folyamat, amikor az ember csak egy történeti vagy néprajzi kiállítást is csinál. Az én életemben ugye egy múzeumpedagógusként dolgoztam, nem volt olyan sok kiállítás, de ami a számomra egy ilyen nagyon példaértékű volt, az a bicikli kiállítás, amit két nagyon kedves kollégámmal, Ninkov Kovácsa Volgával, illetve nem régen elhunyt Mirko Grölcával együtt készítettem, és aminek a látványtervét Boros Viktória csinálta, és az egy hihetetlenül jó dolog volt, mert ugye, ahogy mondtad, hogy az összefüggéseket keresem. Én a bicikli kiállításon belül is, azon kívül, hogy a történeti adatok tisztázása mellett leginkább, amit élveztem, azok a történetek voltak. Rájöttem arra, hogy mindenkinek van egy biciklis története, vagy majdnem mindenkinek, és hogy ezek a történetek ugyanolyan rögzült, állandósult formában vannak, és hogy mennyire fontos szerepe volt ennek a kerékpárnak, akár Szabadka esetében, a város szinte városi jelképével is válhatna, illetve az emberek, az egyének, az egyéni életutak, a családok, a szülő-gyerek kapcsolatokban, a nagyszülő-gyerek kapcsolatokban, a teherhordásban, az, hogy az embereknek ki
kinyílt a világ, mert sokkal gyorsabban el tudtak menni valahova, mert előtte ugye a lovaskocsia sokkal lassabb volt, és nem kellett hozzá semmi, csak a saját energiájuk. Uh-huh. És mindig az ilyen utazások, ezt ma láthatjuk, amikor nem utazunk sehova, hogy az utazások azért rengeteg újítást is hoznak. Mi most érezzük azt, hogy milyen zártak vagyunk, de alapvetően mindig Kafkának a novellája jutott eszembe, ami a szomszéd falu, lehet, hogy emlékszel is erre, ami arról szól, hogy a nagyapjának mekkora bátorsága volt, hogy átmenjen. Na most a szomszéd faluban, na most a bicikli, az pont ezt szüntette be, és ezért egy sokkal, sokkal összetettebb, sok aspektusból átjárható téma volt, és persze minden tájnak, ahogy te is mondtad, élettörténete van. A tananságban mi a jó, mivel hogy te tanítasz a tanítóképzőkaron egyetemen? Igen, szeretek tanítani. Uh-huh. Alapvetően a tananság is pont talán azért, mint ahogy a kiállítás is arra nagyon jó, hogy több aspektusból be tudjunk mutatni valamit, és nem kell az a szigorú szabály, ami egy tudományos dolgozattál van, viszont még az is egy nagyon fontos, hogy minden tanítás az egyfajta állásfoglalás. Állást foglalunk arról, hogy mit gondolunk arról a tudományról, mi a nézetünk, mit szeretnénk, hogyha a diákjaink tovább vinnének, és valahol egy interaktivitás, és a tanárság és egy folyamatos fejlődés, főleg ma az online oktatás időszakában. Jutka, és úgy érzed, hogy most a helyeden vagy? Igen, azt hiszem, habár nem mindig érzem azt, de most épp az utóbbi időszakban, még hogyha ez a vírus elmúlik, és újra megváltozik a világ, és egy kicsit kinyílik, akkor talán még jobban fogom ezt érezni. Jutka, köszönöm, hogy a vendégem voltál, és hogy ilyen jót beszélgettünk ismét, még a kamerák előtt is, nem csak személyesen. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!